Már a betakarítást követő munkálatok folynak a Dunaújváros határában fekvő termőföldeken. A Pentele mezőgazdasági ZRT tulajdonában lévő táblák az országosan megfigyelhető, viszonylag rossz termés ellenére kifejezetten jó minőségű és mennyiségű gabonát adtak, árulta el Márk János, a vállalat ügyvezetője. Amit most már elmondhatok, hogy egy jó közepes termést mind a két növényből sikerült betakarítani, hisz repcéből 3 tonna lett az átlag termésünk, őszi árpából pedig közel 6 tonna. Ami viszont kellemes meglepetést okozott, én úgy gondolom, és ez országosan is, én úgy gondolom, hogy említésre méltó, hogy ez kimagasló, hogy azokkal a fajtákkal, elsősorban magyar fajtákkal, amivel mi dolgozunk, ezek martonvásári fajták, és ennek az átlagtermése rendkívül jó lett. 7,2 tonnát tudtunk betakarítani hektáronként. Márk János kiemelte, kifejezetten ennek a térségnek az igényeihez alkalmazkodó fajtákról van szó, amelyek a szélsőséges időjárási körülményeket is jól tűrik. Ennek köszönhető az országosan is kiemelkedőnek számító eredmény. Mint elárulta, az értékesítéssel sem volt gondjuk. Természetesen a miénk mellett szinte ugyanekkora területről felvásároltuk a környékbeli gazdáknak a terményeit is, és így elmondhatom azt, hogy például repcéből a mi 430 tonna termésünk mellett ugyanennyit felvásároltunk, tehát közel 900 tonna az, ami már értékesítésre is került, és hát mondhatom azt, hogy egy nagyon jó piaca volt ennek is, hisz volt kereslete. Az ügyvezető hozzátette, az őszi árpából mintegy 1000 tonna feletti mennyiséget takarítottak be a társasághoz tartozó földekről, amelyhez vásároltak szintén 1000 tonnányit, amelyet értékesítettek is Szaúd-Arábiában.